Idén is közös ünnepséggel készültek a karácsonyra a diákok és tanáraik a Dunabogdányi Általános Iskolában. Karácsonyi műsorral hangolódtak az ünnepekre a téli szünet előtti utolsó napon a Tahitótfalui Pollak Mihály Általános Iskolában. Fergeteges évzáró bulit szerveznek szilveszter estéjén Szentendrén. Mitől olyan nagy ünnep karácsony? Talán attól, hogy gyönyörűséges üzenete van az emberről, a világról és erről az egészről, amiben vagyunk? Üzeni, hogy a mindenséggel mérje magát minden ember, hogy ez a világ eredendően jó, hogy ennek az egésznek a legmélyén túlcsorduló szeretet lakik. Ezekkel a gondolatokkal kezdte bevezetőjét a Dunabogdányi Általános Iskola karácsonyi ünnepségén Fogel Norbert intézményvezető helyettes. A rendezvény egyik műsorvezetője, Ollai Csaba 8. osztályos tanuló, a karácsony eredetéről, időpontjáról beszélt a gyerekeknek. Tudtad, hogy a karácsony nem egy idős a kereszténységgel? Arról nem szólnak a beszámolók, hogy Jézus hogyan és mikor ünnepelt a születésnapját a maga idejében. De azaz egyház hivatalosan 336-ban Konstantin császár uralkodása alatt ünnepelt először december 25-én Jézus születését. Az egyik legérdekesebb elmélet szerint azért pont ezen a napot választották, mert a tavaszi napi egyenlőséget tekintették a teremtés első napjának. A teremtés negyedik napján, március 25-én teremtette Isten a fényt, és ezt a napot tekintették Jézus fogantatásának is. Az ettől számított 9 hónapból következette át, hogy Isten fia december 25-én látta meg a napvilágot, abban a bizonyos názáreti istállóban. Az osztályok versekkel, énekekkel, zeneszámokkal készültek az alkalomra, melyről Lévai Tóth Zsuzsanna intézményvezető elmondta, már 3. éve ünneplik ebben a formában a karácsonyt a Dunabogdányi Általános Iskolában. Minden évben a karácsonyi szünet előtt összegyűlünk egy ilyen közös kis karácsonyi ünnepségre, így köszönünk el a gyerekektől, ez már hagyomány. A korábbi években ezt a műfázban tettük meg, ahol általában egy-egy osztály készült egy szép karácsonyi műsorra. Aztán jött a Covid, és akkor nem tudtunk ugye összegyűlni, így hát elhatároztuk, hogy kint is megrendezzük a műsort. Ez volt az első ilyen karácsonyi ünnepségünk. Itt váltottunk egy kicsit, minden osztály, illetve azok az osztályok, akik kedvet éreztek magukban, egy-egy kis műsort vállaltak, kis műsor részletet, és aztán végül egy igen jó hangulatú karácsonyi összejövetel kerekedett ki a hideg ellenére, és akkor elhatároztuk, hogy mivel ez ilyen jól sikerült, és egy kicsit a hagyományoktól eltérően egy más műsort hoztunk össze, hogy akkor ezt a hagyományt folytatjuk. Az iskolások változatos tartalmas műsorral készültek. Rebe Simon 8. B osztályos tanuló Sík Sándor versét mondta el. Az 5. A osztályosok a Karácsonynak éjszakáján című népdalt adták elő, egy kis jelenettel egybekötve. A 8. B osztályos tanulók Csida Jenő Hideg téli est című versét szavalták el. Az első osztályosok is meglepetéssel készültek, kis harangokkal csilingelve mondták el közösen Vörös Sándor Éj mélyből fölzengő című kedves téli versét. A versek sorát karácsonyi dallamok törték meg a zeneiskola növendékeinek köszönhetően. Béradó Lili Mit üzen az erdő című versét a 3. B osztályosok közösen mondták el. A Mennyből az Angyal című közismert karácsonyi dal különleges hangzásban szólalt meg a Dunabogdányi iskolások ünnepségén. Melher Gergő és Németh Vince a zeneiskola fúvósainak tolmácsolásában. Hallom már, angyal szárnyal ebben. Szívem, mint régen, meg-megrebben. Itt vagy közel. Itt vagy közel, ó szép karácsony. Rajtad csüng lelkem, semmi máson. Jövel, jövel.
Benedek Elek versét a 8. B-osztályosok előadásában hallhatták az iskolások, majd egy újabb, különleges hangzásban megszólaló karácsonyi dal csendült fel, a Csendes éj a zeneiskola ütőseinek jóvoltából. A műsor folytatásában a két konferáló, Ollai Csaba és a műsor szerkesztője, Székelyhídi Csáforda Mónika tanárnő a karácsony szimbólumairól, az angyalokról, az angyalhajról, a csillagról, a gyertyáról, a gömbről, a dióról és az almáról beszélt a gyerekeknek. Majd a harmadik osztályos tanulók énekelték el a Fehér Karácsony című dalt. Az ünnepségekből nem maradhatnak ki a német műsorszámok sem. Ennek jegyében két dal hangzott el, elsőként egy líraibb, majd egy vidámabb, a 4. B-osztályosok előadásában. A változatos műsorból a tánc sem hiányzott. A 4. B-osztályosok a Last Christmas című dalra ropták piros ruhában. A tánc után ismét közös éneklés következett, ezúttal angolul. Burger Ildikó testnevelő tanár vezetésével egy meglepetéssel készültek a gyerekek. Az iskola tanárai is készültek egy meglepetéssel a gyerekeknek. Az ünnepség Lévaitó Zsuzsanna intézményvezető zárszavával ért véget. Míg advent a reményteli várakozás ideje, a Szenteste maga a megvalósult és beteljesedett csoda. A közös éneklés, az ünnepi asztal, az ajándékozás, az együttlét öröme boldogságot varázsol közénk. Kívánjuk, hogy így legyen minden családban.
Boldog ünnepeket kívánunk! Karácsonyi műsorral hangolódtak az ünnepekre a téli szünet előtti utolsó napon a tahítótfalui Pollak Mihály általános iskolában. Havas vég tetején lakik rég egy rénszarvas legény. Vidám hangulatú karácsonyi műsorral készült az év utolsó tanítási napján a harmadik év folyam a tahítótfalui Pollak Mihály általános iskolában. Szalad vágtat az égen, a gyerekek karácsonyi műsorában számos ismert dal és vers hangzott el. Ilyen volt például Ady Endre, Borna Missa Endre vagy Gazdag Erzsi Karácsony című műve. Szól a csengő szál dal, itt van a karácsony, aranycsillag tündöklik a fenyőfaágon. Gyertyalobbany, mennyi fény, mintha a fa égne, ha nem lenne karácsony, felszállna az égre. Ott lobogna a fenyő, mint egy tüzes csillag, amelyikről éjszaka szikra esők hullna. Itt marad most a fenyő, itt marad mi nálunk, s amíg itt lesz, mindnyájan ünneplőben járunk. Fényben rezeg a fenyő, lobognak a gyertya, ünnep van ma karácsony, látogatott hozzám. Karácsonykor fényesek a felhők, csillagokból horgol a tél kendőt, ráteríti hegyek tetejére, fenyő ágnak jég rojtos a vége. Az ünnepi előadás egyik leglátványosabb része volt, mikor a gyermekek gyertyával a kezükben táncoltak egy karácsonyi darra. A műsor második felében egy énekekkel gazdagított betlehemes játékot mutattak be a gyerekek, melyel felelevenítették Jézus születésének történetét. Ne sírj gyönyörűségem, ki vagyunk éhségem, szép bölcsőd az engenek, a mennyei seregek, lelkem sugara. Jaj, de kemény a jászol, kisfiam, jaj, de fázol. Tél elleni nincs bástya, csak Szent József palástya. Áj, 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 Jézus aludjál. A megható verssel és zenével tarkított karácsonyi műsort Kecskés Tíme, a Cserekjéné Szente Ildikó, Kisné dr. Cárán Eszter, Csörgő Andrea és Nagy Krisztina tanították be a diákoknak. Ó, jöjjetek, imádjuk az Úr Krisztus! Fergeteges évzáró buli várja azokat, akik jó hangulatú mulatozással, remek zenével és sok tánccal kívánják lezárni a 2023-as évet. December 31-én 22 órakor kezdődik a buli Szent Endre központjában a főtéren. A Szent Endrei Kulturális Központ szervez idén újra utcabált és fényfestést a város szívében. Sötétedéstől a rendezvény teljes ideje alatt látványos fényfestés várja az érkezőket. Szent Endre mindenkit szeretettel vár szilveszterkor is.